Frissen sül a hagyományos tirpák lapcsánka Nyíregyházán a Kossuth téren. Többek között ezt az ételt is megkóstolhatják az érdeklődők szeptember 21-én és 22-én a 7. Tirpák Fesztiválon. A látogatók mindkét nap több tucat étel közül választhatnak, a főző csapatok több mint 20 000 adag étellel készülnek. Ezekből a 4 helyszínen megvásárolható kóstolójegyekkel lehet majd fogyasztani. A leghagyományosabb mindenféleképpen a káposztás passzói leves, azt meg kell kóstolni, és lesz, nem egy csapat, több csapat fogja készíteni. Fontos kiemelni még a lapcsánkát, fontos kiemelni a passzói levest haluskával, a gerslivel, fontos kiemelni a kemencében készült káposztás ételeket, ugye jellemzően bográcsos étel volt a káposztás csirke, ennek elkészül egy káposztás csülök változata is, amit kemencében fognak kínálni, és természetesen a sütikről sem szabad elfeledkezni. 4000 szeletet készítenek a Sipka és Oka város süteményéből, ami idén az egészség jegyében a glutén és laktózmentes sütőtökös málé lesz. Ezt 20 kg lisztből, 240 kg sütőtökből és 16 kg tökmagból készítik el a szakképzési centrum diákjai. Itt lesz most 8 városnak a küldöttsége mind a két napon, és azt 4 vagy 5 városnak a küldöttsége főzni is fog. Azokat az ízeket, amiket hoznak el a Kárpátaljáról, vagy a Felvidékről, vagy éppen a Parciumból, Erdélyből, ezeket nagyon szeretik, mert ezek ténylegesen másabbak, mint a mi gasztronómiánk, de hát ugye a hazai káposztás ételeket is szeretik, a húsételeket szintén, úgyhogy az emberek, hogyha jó, szeretnek enni, azt gondolom. A közel 60 főzőcsapat mellett Ihos József humorista és Bajtó László gasztroműsorvezető főzősója, TNT koncert, vasárnap pedig a Fási Mulató sztárjainak műsora várja a Kossuth térre látogatókat.